fontos téma, hiszen nem csak egy rossz szokásról van szó, hanem egy súlyos szenvedélybetegségről, aminek a komplikált többszervi szövődményes megbetegedéseit a mindennapjainkban, akármelyik szakmában élünk, ezt tapasztaljuk. A leszokás lehetőségeit gondoltam második részben, amiről beszélnék, hiszen legtöbben csak annyit mondunk a betegnek, hogy hát jó lenne leszokni, jó lenne abba hagyni, de igazából támaszt segítséget, hogy milyen módon és hogyan kéne ehhez hozzáfogni, hát ebben nem, nincs rá időnk, és nem sokat tudunk benne segíteni. A Tóth Éva kolléganőmmel csináljuk ezt a dohányzás leszokás segítő programot az intézetünkben, akinek erre külön elkülönített óra száma is van, amikor egyéni foglalkozásokkal igyekszünk segíteni a 5 rendelésünkön betegeinket. Hát, hogy is kezdődött ez? A nikotiana tabacum nevű növényt Perúban és Ecuadorban kezdték el termeszteni. Állítólag már 6000 évvel előttről is származnak feljegyzések erről a növényről, amit az indiánok a legkülönbözőbb gyógymódokra is használták, füstjét fájdalomcsillapításra, egyébként meg rácsálták föl, orrukon beszívták, sőt végbőrkuknak is használták, sőt az főzetével az asszonyokat megmosták állítólag, mert ez fokozta a vágyat. Elég sok érdekességet leírtam a dohány hatásairól, és hát a mai napjainkban pedig hát ezt a bűzbudat használják a betegek, mert nagyon-nagyon hozzászoknak, és hát a következményes betegségeket pedig ismerjük. A dohányzásról különbözőképpen vélekedtek a történelem során a nagyjaink, hogy a király azt mondta, hogy förtelmes a szemnek, kellemetlen az orrnak, káros a léleknek, veszélyes a tüdőnek, büdös és fekete füstje hasonló a pokol kipárolgásához. Tehát ő utálta, biztosan nem is dohányzott. Aztán van egy másik nagy angol, aki viszont imádta, és őt nehéz elképzelni azért a szájába lógó szivar nélkül, bár ezt egy angol dohányzást leszokás segítő programnál megpróbálták letusálással kiszedni. Hát egy kis történelem, tehát 6000 éve ismert az amerikai földrészről, őslakosai már 2000 éve rendszeresen használták. Kolumbusz hozta be a hajóján Európába ezt a fura füstölgő növényt, hiszen ott ők is már egy kicsit rászoktak, és mikor nagyobb mennyiségben behozta, akkor Toledo alatt voltak ilyen nagyon használatlan földek, a kabócák földje, ilyenek hívták, semmi más nem termeltek ott, és ott elkezdték ezt megtelepíteni, meg konosítani ezt a növényt. Ennek a területnek a neve Cigarellos, valószínűleg innen ered a cigaretta szó is. 16. században hódította meg Európát, és Jean Nicot, aki egy francia nagykövet volt Portugáliában, ő sokat járt az Ibériai félszigeten, hazajövett Spanyolországon keresztül, hát találkozott ezzel a növényel és a felhasználóival, és a füstjét tényleg fejfájás csillapításra is használták, úgyhogy Medici Katalinnak, a akkori francia királynőnek a migrényét ezzel kezelte és vitte haza, és hát ez akkor elkezdett egyre beljebb kerülni Európába ez a növény. Aztán 1884 óta gyártották a cigarettát, tehát egyre nagyobb mennyiségben. A csúcspontját az első és a második világháború idején érte el a termelése és a eladása már a dohánynak, óriási szerepe van, tudjuk, hiszen bármit meg lehetett a háborúk idején cigarettáért vásárolni, hát olyan értéke volt, mint az aranynak. És sajnos a századunkban az emancipálódás egyik lépcsője volt, hogy a 20-as évektől kezdve a dohányzás a nők körében is elterjedt. Elég hamar kiderült, hogy mennyire veszélyes, és a 600-as években Kínában leírták, hogy a dohányzás megperseli a tüdőt. A 1700-as években a pipázás és a tubákolásnál hajak és orrákos megbetegedéseket hoztak ezzel összefüggésbe. Aztán 1938-ban a Science Sickle-ben Raymond Burr leírja, hogy a napi 10 szálnál többet dohányzók rövidebb ideig élnek.
Aztán lesz egy ábra a következőben az 54-ben Richard Doll által megírt cikkből, illetve akkor kezdték el a feldolgozását egy dohányzásos szokások és halálozási mutatókról. Egy nagyon érdekes ábra, mindjárt mutatom. És a 60-as években pedig Amerikában bejelentik először, hogy a dohányzás káros az egészségre. A cigarettának a szívása közben néhány másodperc alatt különböző ízzáson és hőfokon körülbelül 4000 vegyi anyag jelenik meg a füstben és magában a cigarettában. Hát ezekről a 400 esetében tudjuk, hogy rákkeltő. Hát a legborzasztóbb ez a kátrány, ami hát gyakorlatilag az út készítésnél tudjuk, hogy ez egy halapanyag, hát ezt szívják be a dohányosok. Akkor a karbonmonoxid, ami az autókipufogó gázából van, a bután, ammónia, metanol, formaldehid, kádmium, ami a elemekben van, a radon, radioaktív gázként, és hát itt sorban cianid, arzén, acetan, hát ezek, amiket legjobban ismerünk, és abszolút kimutatott a rákkeltő összetevők. A kátrány, tehát ez a szemcsés anyag, amit a dohányos belélegez, ez egy cseppfolyós formájában, ez a barna massza, és ettől színeződik el az ujjuk és a fokuk, a körmük a cigarettásoknak. Mindegyik tartalmaz kátrányt, minden cigaretta. Most nagyon divatos lett, hogy egyre kisebb mennyiséget tüntetnek föl kátrány és nikotin tartalomból a cigarettákon, de valóban a 55-61 közötti 30 mg-ról ma már 11 mg-ra csökkent, ami egyébként ugyanúgy káros, de hát ez így jól felhasználható a reklámoknál. A light cigaretták borzasztóan veszélyesek, hiszen csak a géppel tudják bemérni, hogy ez a kátrány és a nikotin tartalom kevesebb, de attól az még ugyanúgy lejut a tüdőben és szörnyen károsít, hogyha csak a tüdőről beszélünk. Ezek a káros anyagok viszont azáltal, hogy ilyen light, finomabb kivitelben készülnek, még jobban lejutnak a tüdő állományában, és nem csak a korábban a főhördőket és nagyhördőket érintő laphám típusú daganatok szaporodtak el ma már, hanem a egészen perifériás területre lehatolva a mirigyhám típusú adenokarcinóma növekedett meg az utóbbi években ugrásszerűen. Ez abszolút összefüggésbe hozzák a light cigaretták veszélyeivel. Ráadásul több cigaretta elszívásával tudja kielégíteni a hiányt a nikotinista, és hát kevésbé hajlamosak a leszokásra, ez biztosan mindannyian tapasztaltuk, hogy azt mondják, én csak egy gyenge, könnyű cigarettát szoktam szívni. Azt a light elnevezést 2004-ben az Európai Unióban megtiltották, helyette azonban mindenféle szín, meg színneveket, erősséget és fantázianeveket használnak, úgyhogy lights, meg super lights úgy már használhatják a megjelent elnevezés sajnos. Óriási a piaca, a nők szeretnek vékony, könnyű cigarettákat és a fiatalok szívni, és hát óriási az üzlete, mert a dohányzók 85%-a ma már ezt a típusú cigarettát keresi. Milyen is a magyarországi helyzetkép? Sajnos a lakosságunk 33%-a dohányzik napi rendszerességgel. A férfiak 40%-a, a nők 26%-a rendszeres cigarettázók. Egy kicsit esett a férfiaknál ez a szám, 84-ben még 47% volt, most 41%, a nőké viszont hát sajnos növekszik, na 21%-ról 20 év alatt 26%-ra növekedett. Ami a legszörnyűbb az, hogy egy fiatal korosztálya 13 és 16 éveseknek a közel egyharmada dohányzik rendszeresen. Ez félelmetes statisztika, mert ő belőlük lesz aztán sajnos a hozzászokók nagy része. Az, már kicsit előre menve a leszokás témában, itt jegyezném meg, hogy mi Magyarországon is, és a világ legtöbb részén a felnőtt dohányzó lakosságot próbáljuk leszoktatni. A finneknél volt egy nagyon nagy kampány, és nagyon eredményes, hogy már a kisgyermekeket ővelük kezdték meg szakmailag megutáltatni, és a 13-16 éves korosztályra pedig óriási energiákat fektettek, hogy mivel tudják meggyőzni ennek a károsító hatásáról. Hát ma Finnországban a legalacsonyabb a dohányzás Európában, tehát itt lehet őket megfogni. Hát akár olyasmivel, hogy
kis óvodás, meg kis iskoláskorban le kellett rajzolni, hogy mit utál, ki dohányzik otthon, mit utál abban, hogy dohányzik valamelyik családtag, a szülői, stb. Úgyhogy hát sajnos erre nem fektetünk se elég energiát, se nyilván pénz Magyarországon, több okból. Na itt egy szóval munkatársai által készített felmérés, amit 34 ezer angliai férfi orvos dohányzási szokásain és mortalitási mutatóin alapult. Ezek az orvosok 900 és 930 között születtek, és 951-től kezdték el 2000-ig feldolgozni. Tehát volt benne, aki már 50 éves volt, volt, aki 30 éves, és az jött ki végül, hogy minden felnőtt korosztályban a dohányosok átlag életkora végül is 10 évvel rövidebb, mint azok, akik nem dohányoznak. Például a 70 éveseket néztük, akkor a 70 éveseknek a 70 éves kort a dohányosok 59%-a érte el, míg a nem dohányosok 81%-a érte el. Hát ekkora nagy sztádi, azt hiszem, hogy azóta sem készült. Na de ha ennyit tudunk a páros hatásairól, akkor miért is cigarettáznak az emberek? Azért, mert a nikotin hatására különböző aktív mediátorok szabadulnak föl az agyban, méghozzá 10 másodperc alatt az első slug után. Tehát borzasztó hamar érzi a jó hatásait. Hát itt ezen az oldalon a mediátorokat tüntettük föl. Miket váltanak ki, ugye a dopamin örömérzetet, a norepinefrin élénkét, elnyomja az étvágyat, az acetilkolin a koncentrációt fokozza, az azopresszin a memóriát fokozza, a szerotonin jókedvűvé tesz, és a bétaendorfinok pedig hát a szorongást és a feszültséget csökkentik. Hát mindennek a sok jó tulajdonságának ellenére azért a dohányzásnak borzasztó káros szervi hatásai vannak. A három fő megbetegedés, amit okoz a tüdőrák, az iszlémia, szívbetegség és a COPD. A tüdő daganatos megbetegedésben sajnos Magyarország vezető szerepet tölt be Európában, de nem csak a tüdőrák, hanem a szájüregi daganatok, nyelőcső, hasnyálmirigy, sőt, hát urológusoktól tudjuk, hogy a húgyhólyag daganatok is jelentősen nagyobb számban fordulnak elő a dohányosok körében, mint a nem dohányosok körében. De megbetegedéseket és egyéb szervi daganatok és jelentős mértékben megnövelnek. Az iszlémiás szívbetegségeknél hát a stroke, vaszkuláris demencia, periféliás érbetegségek és a hasi aorta aneurizmák száma is egyértelműen összefüggésben hozható a dohányzás mértékével. A másik nagyon súlyos légzőszervi megbetegedés, amit a dohányzás okoz, az a COPD, aminek a napjainkban körülbelül egy 500 ezer regisztrált COPD-s beteg van Magyarországról, ami állítólag csak a jéghegy csúcsa, mert ez a szám jóval magasabb, de amire szakorvoshoz kerülnek és diagnózisra kerül ez a betegség, addig hát már ez egy harmadik fázisban, stádiumban levő megbetegedés, tehát sokkal korábban kellene beavatkozni, például egy dohányzás leszoktatása, hogy ez ne alakuljon ki. Szerepe van a dohányzásnak a reprodukcióra, és hát egyéb megbetegedésekre is, amik itt jobb oldalon lettek föltüntetve. Ha még ennyi sok mindent tudunk a dohányzás ártalmairól, mégis mennyien dohányoznak. Hát ezek a fiatalok, ezek abszolút nem gondolnak arra, hogy valamikor akár ilyen súlyos állapotba kerülhetnek, mint ez a Tim Pufferes COPD-s emfizémás típusú, vagy a blue-blatteres keringés zavarral egybekötött súlyos COPD-s megbetegedettek, meg az állapota. Pedig hát ilyenkor kéne abba hagyni. Miért is félnek ezek a fiatalok abba hagyni? Először is úgy gondolják, hogy nincs elég akarat erejük, hogy letegyék. Meg is próbálják, de nem megy, és akkor inkább dohányoznak tovább. Ami egy nagyon fontos, ez az elhízástól való félelem, ami valóban az első 4-6 évben egy kicsit fokozhatja a leszokás a testsúly, tehát ez ellen is meg vannak módszerek, hogy ez ne következzen be. Elveszik a barátait, hogyha ideges lesz, akkor a családtagjait.
idegeire megy, stb. Hát ilyenkor nagyon-nagyon fontos, hogy olyan szakmai segítséget adjunk, amikor ezt az önbizalmát erősítsük a beszokás szándékában, és hát egy jó orvos-beteg kapcsolattal talán ez sikerül is. De hát persze az kevés hozzá, de határozás kell először. Mik a megvonási tünetek? Az első 4 hétben álmatlanságra panaszkodnak a leszokott dohányosok. Fokozódik az étvágy, főleg az elején, maximum 10 hétig, de inkább csak az első 4-6 hétben. A rossz közérzet, hangulati, depressziós hangulati időszakok, ezek szintén előfordulhatnak, azért nem mindenkinél. Koncentráló képesség romlását szokták panaszolni az erős dohányosok. Nyugtalanak, türelmetlenek, szoronganak és hát ingerlékenyek. Amint látható, a 4 és 10 hét között vannak ezek a megvonási tünetek dominánsan, tehát ennyit persze ki kell bírni segítséggel, akár tanácsadás, akár gyógyszeresen, erről is ugye lesz szó, de azért később ez elmúlik. Na most pont ebben az időszakban szoktak visszaszokni, mert nem bírják ki, hogy ezek a tünetek elmúljanak. Pedig, hogyha már 2 hete nem dohányzik valaki, annak határozottan kozmetikai előnyei vannak, hát ezt a női dohányosoknál szoktuk nagyon hangsúlyozni. 3 hónap után a tüdő funkciós paraméterei javulni kezdenek, és a szubjektív tünetek, a reggeli köhögések, a fáradtság, a légszom és határozottan csökken. Aztán 1 évvel később a kardiovaszkuláris betegségek kockázata már 50%-kal csökken, és hát itt tüntetjük fel a többi eltérést, aminél itt a 15 év leszokás után gyakorlatilag a szívrendszeri betegségek kockázata teljesen hasonló a nem dohányzókéhoz képest. Körülbelül egy 5 év kell, amíg a stroke kockázata is csökken. Hát milyen tanácsokat szoktunk adni a sikerekhez? Addig, amíg valaki ezt nem határozza el, hogy ne szeretne szokni, az nem tudjuk meggyőzni. Erősíteni kell benne az elhatározást. Erre vannak szakmai anyagok, hogy mivel győzzük meg, hogy miért is nem kéne dohányozni. Nagyon sokszor azért szeretnének leszokni, de meg el nem jutnak odáig, hogy azért ezt elhatározzák. Az akarat és a kitartás az nagyon fontos hozzá. A sikeres leszokás érdekében azért orvos segítségére van szükség. Házi orvosok találkoznak, és ők ismerik ugye a legtöbb dohányost, és hát a tüdőgyógyász szakorvoshoz való irányítás nagyon fontos. A tüdőgondozókban mi fölmérjük a hozzászokás szintjét, és hát megfelelő terápiát és tanácsokat adunk a leszokni vágyóknak. Hát itt ilyen elérhető számokat írtam még hozzá. Milyen gyógyszeres lehetőségek vannak? Hiszen egy tanácsadás és az ötletek adása mellett szükség van azért különböző kezelésekre, ami hosszú hatású kell, hogy legyen, az a jó. Hát ilyen volt korábban a nikotinpótló kezelés, hiszen magát a nikotin hiányát próbálták rágógumival, tapasszal, tablettákkal pótolni. Aztán vannak ilyen nagyon rövid hatású, amiben csak az íz van benne, rágógumi, meg cukorkák. És hát ami most a legújabb, ez a varenikrén tartalmú, nem nikotin tartalmú vényköteles készítmény. Az összes kezelési móddal körülbelül egy 35%-os egyéves leszokást lehet elérni, ami hát az egy évet szokták kitűzni, mert akkor már nagy az esélye, hogy nem is fog tovább rágyújtani. A varenikrén az első olyan készítmény, amivel 52-53%-os leszokási arányt lehet elérni a leszokni vágyóknál. Hát a gyógyszeres megoldás mellett nagyon fontos a tanácsadás, nem tértem ki. Erre nagyon sok apró ötlet van, amire tulajdonképpen nem is gondolunk a hétköznapokba, de hát ilyenek, hogy amikor igazán kitűzi azt a napot, például, hogy leszokjon, akkor arra a napra tüntesse el az összes cigaretta tartót a lakásból, az összes öngyújtót a lakásból, most csak az összes függönyt, egy más illatot csináljon, de szokjon rá teljesen más dolgokra, addig a konyhába a kávéja mellé rágyújtott, akkor most azt a kávéját azt ízesítse másképp, és feküdjön vissza, és nézzen meg 10 percig a tévében a híradot. Tehát vannak olyan apró ötletek, amire nem gondolunk, de mégis segít a leszokás
támogatásában. A valenitrin, tehát egy vényköteles készítmény, három hónapig ajánlják a használatát. Az első hónapban, az első csomagból egy hétig lehet dohányozni, az a felépítési dózis, második héttől kezdve már nem. A dohányzás leszokás segítő programjainknál a második havi gyógyszert ingyen szoktuk adni, mert nagyon drága, 22.000 forint az egy havi készítmény. Az első havit meg kell, hogy vegye, mert nem fogja érezni, hogyha ingyen kap valamit, hogy ez fontos is lehet. Másodikat kapjuk, és akkor a harmadik havit már megint csak meg tudja venni, mert a két hónapig nem dohányzott, meg spórolt annyi pénzt, hogy azzal megveszi a harmadik havit. Ami érdekessége, majd ezt egy ábrán fogom mutatni a hatását, a mellékhatásoknál pedig hát mindenkinek el kell mondani, hogy sajnos egy kis émelgést okozhat, általában 10-ből egy 3 ember szokta ezt említeni, és ami a különös álmokat, hát itt csak ilyen szép szóval írtuk, de érdekes szexuális álmokat szokott okozni a mellékhatásként. Hát van, aki ezért megszereti, van ezért. A nikotin hatásmechanizmusát látjuk itt. Az egész agyban és a szervezetben több helyen vannak nikotin receptorok. Ezek a alfa 4 beta 2 típusú nikotin receptorok, amelyeknek rendkívül nagy mennyisége található az agynak a ventrális tegmentális területén, és amint ezekhez a receptorok nikotinhoz jutnak, akkor egy egy inger hatására a nukleus accumbensből dopamin szabadul föl. És ez a jutalom és az a pozitív megerősítés érzetét kelti, és az egyre több nikotinra van szüksége, hogy egyre több dopamint szabadítson föl, és hát a jól érezze magát, idézőjelben a dohányos. A nem nikotin tartalmú gyógyszernek a hatása pedig azon alapszik, hogy a ventrális tegmentális árjában levő receptorokhoz hozzá csatlakozik ez a varenikrin, és nem szabadul föl, nagy részt hozzá, tehát nyilván az összeset nem tudja lekötni, de ez a dopamin felszabadulás, ez gyakorlatilag nem történik meg. Úgyhogy hiába gyújt rá, nem érzi annak a cigarettának semmiféle jó érzetét, és ezáltal csökkennek a megvonási tünetei. Hát itt megint csak a megvonási szindróma, itt valami nagyon jó kis képet találta Éva kolléganőm a receptorokról, hiszen ezek állandóan ordítanak a nikotinért, azért, hogy a dopamin felszabaduljon, és hát ha nem kapják meg, akkor lágyódnak, ingerlékeny nem a dopamin receptor, hanem a beteg, dohányos, és hát az előbb felsorolt megvonási tünetek mindegyike fog jelentkezni. És ez a dohányzás valóban egy függőség, ez egy szenvedélybetegség, hiszen az előbb megmutatott központi idegrendszer területeken ugyanitt vannak a drogfüggőségnek a centrumai is. És hát látszik, hogy ezek a dolgozók mindent megtesznek, még a hátsó művész kiáron, és kijönnek a munkahelyükről, és fagyoskodva szívják a cigarettát. Hogy milyen a függőség mértéke, azt egy Fagerström teszttel szoktuk felmérni, hát ezeket is bizonyára ismerik mindnyájan. Ez egy nagyon egyszerű 6 kérdésből álló teszt, ami, hogy hány cigarettát szível naponta, mennyi reggeli felkelés után mennyivel gyújt rá. Ezt a 6 kérdést 0 és 2 pont között kell értékelni, és hát erős függőséget lehet meghatározni egy 8-10 pontos teszt eredménynél. A dohányzás elhagyásának a folyamata, tehát erről beszéltünk az előbb, először a töprengés, ez tart a leghosszabb ideig, aztán van egy előkészület, kezdik begyűjteni az információt a már leszoktaktól, a házi orvostól, az internetről, hogy milyen módon lehet fölkészülni egy leszokásra, aztán elkezd cselekedni, no hát ehhez kell már az, hogy összedolgozzunk a alapellátás és szakellátások, hogy milyen segítséget tudunk adni, hiszen rá kell mutatni a veszélyére, meg kell vizsgálni alaposan a szervezetét, mennyire károsította már a dohányzás, stb. És aztán, amikor eldöntött és elkezdődött a leszokás, akkor nagyon fontos ezt fenntartani, hiszen az első 4-10 hétben,
láttuk, borzasztó erős a visszaszokásnak a veszélye, tehát amikor jön egy-egy megbeszélések, legalább két hetente be szoktuk hívni a betegeket, a dohányosokat, a COPD-seket, és akkor erősíteni kell az önbizalmát, borzasztó fontos mindenért megdicsérni, hogy ilyen sikereket ért már el, hogy ilyen sokáig nem gyújtott rá. Ez szintén az előző ábrának egy folytatása, hogyha bármelyik életkorban nagyon fontos a leszokás, hogyha a leszokás éve 55 és 60 között volt, akkor ilyen a túlélési arány, hogyha 45 és 54 között volt, akkor ez a életkör van, a középső, és hogyha egész fiatalon szokott le, hogy gyakorlatilag annyit él, és olyan egészségi állapotban, ami a nem dohányosok bőrbéjéhez közelít. Hát a tényleg a dohányzásról még egyszer nem szeretném ezt most már elmondani, ezeket végigvettük. Itt talán egyet értelmesít a 2004-ben a WHO meghirdette, ugye, hogy a dohányzás egy olyan népegészségügyi probléma a világ minden országában, ami ellen tenni kell. Akkor születtek meg azok a rendeletek, hogy nem szabad dohányozni éttermekben, nem szabad hirdetni a dohányzást a reklámokban, a tévében, médiában, a Forma 1-en nem szabad dohányreklámokkal élni. Úgyhogy ezeknek azért van valami eredménye. Egy BNO kódot tüntettem itt föl, hogy szenvedély betegség az erős dohányosoknál, a COPD-seknél, ezt a F17-20-as kódot kell használni. A hatékony terápia a dohányzás leszokáshoz az, hogyha mind a három doktor módszert alkalmazunk, ez egy evidencia, tanácsadás nélkül, valamilyen nikotinpótló vagy nem nikotin tartalmú gyógyszeres terápia segítségével hatásos csak a dohányzás leszokás. Lassan zárásként ezt a fotót szerettem volna még itt föltenni, ahol itt azt írja, hogyha a gyermekeink közelében dohányoznak, gyermekek közelében, akkor az a gyerek 5 éves korára körülbelül 102 csomag cigarettány füstöt lélegez be egy dohányos család környezetében. Hát miért is van ez? Mert a cigaretta füstnek a 85%-hoz visszajön. Egyrészt ég, másrészt kilélegezünk, tehát dohányos légutakban egy 15% csapódik le. Most hát hová tűnik az a 85%? Hát a környezet szívja be. És ezek a kis lóza szintüdejű gyermekek. Köszönöm a figyelmet, ez a saját honlapunk, amiről